Kerékpárost gázolt egy autós Nyíregyháza belvárosában a reggeli órákban. A kerékpárost súlyos sérülés gyanújával vitték el a mentősök. Ez pedig már a Tokaji út, szintén Nyíregyházán. Itt a délutáni órákban egy rolleres ütközött nagy sebességgel egy kerékpárosnak, mindkettőjüket kórházba szállították. A két eltérő helyszínen és napszakban történt balesetben egy a közös. A rossz látási viszonyokra, vagyis az erős napfényre hivatkoztak a szereplők. Nem tudja elfogadni az intézkedő baleset helyszínelő rendőr, hogy nem láttam, nem vettem észre, ezt nem fogadja el egy bíróság se. Ha egy tragikus baleset történik, és tudunk az országban az elmúlt években olyan tragikus eseményeket, mikor a látásviszonyokhoz nem kellőképpen alkalmazkodott a járművezető, és tragédiával végződött a nem odafigyelés. Én arra kérek mindenkit, hogy a balesetek elkerülésének érdekében a út- és látásviszonyokat mindig tartsák szem előtt, de az alacsony napállás ugyanolyan veszélyes lehet, mint például télen a köd, vagy a ködpára, vagy a csúszósút, az is elvakíthatja a 30 fokos nyári melegben a gépjárművezetőt, és a figyelem a 100%-os legyen, hogy csak a vezetésre koncentráljanak, amikor közlekednek. Szakemberek szerint az augusztustól jellemzően május közepéig tartó időszakban a napfény alacsony beesési szöge jelentősen növeli a balesetek kockázatát. 50 km/h sebességnél például másodpercenként 14 métert tesz meg az autó, így néhány vakon vezetett pillanat is tragédiához vezethet. Nagyon kérek minden közlekedőt, hogy főleg ősszel, majd a szeptember hónapban lévő csúcsforgalmi napokon, reggeli időpontban nagyobb menetidővel számoljanak, és amikor jó idő van, napsugárzás van, akkor tessenek sokkal nagyobb figyelemmel közlekedni a veszélyes csomópontokat, ugye jelzőlámpást, illetve a gyalogátkelő helyeket fékészenlét állapotban közelítsék meg. Ugye új átkelőhelye gyarapodott Nyíregyháza, Gazdagorodott a 4-es főútvonal, László utca, belső körút, itt is gyalogos forgalommal kell számon a nap 24 órájában. Ezzel is bővült Nyíregyháza többi jelzőlámpás csomópont van a Vármegye területén, hogy minden egyes csomópontban tessenek ezzel számolni és vigyázni, és óvatosabbnak legyenek a közlekedők. Nem feltétlenül szükséges az 50 km/h maximáltan kihasználni, ha úgy érzi a járművezető, hogy a látásviszonyok romlanak, vagy csökkennek, akkor tessék alacsonyabb sebesség határa közlekedni. A megfelelő sebesség megválasztása és a követési távolság tartása elengedhetetlen. Ezek mellett nagyon fontos az is, hogy az autók ablakai tiszták legyenek. A szélvédőn lerakódott szennyeződés ugyanis szétszórja az üvegre érkező fényt. Ezért ügyelni kell arra, hogy a szélvédőmosó mindig fel legyen töltve, emellett egy kendő is legyen kéznél az ablak belső oldalának törléséhez. Fontos, hogy mielőtt valaki útra kell, a szemüveget és a napszemüveget is törölje át.